versenyszám következő indulója Tucska Péter, TC Victoria nevű lovagja.
elsőként állt az Arnó kategóriák, hazai kategóriák eredményhirdetésére kerül sor. Arnóri ifjúsági kategória győztese, Szél Viktor Pántlik a nevű lovon, a Lovas Akadémia Sportklub versenyzője. A lovas 62,24%-ig a ponttal fejezte be a versenyt. Janka, Vadvirág nevű lovon, szintén a Lovas Akadémia Sportkör versenyzője, 63,97%, kipaponttal. Következő kategóriánk az általános iskolás bajnokság eredménye. Látás iskolás kategória győztese, Pongrácz Lilián Kankorin nevű lovon, a kisbéri magánménes színeiben versenyzik a lovas, 66,68%-ig a ponttal fejezte be a versenyt, és ezzel szerezte meg az elsőséget. A győztes lovasnak, Artur Hübner úr, a szlovák versenybírónk, Nagy Sándor úr, a verseny vezetőbírója, Bérci Balázs úr, a Bábola Nemzeti Ménes Birtok Kft. Ügyvezetője és Vince Anikó bíró gratulál. Második helyzet lett az általános iskolás kategóriában Habsburg Lotharingen Ildikó Jójó nevű lovon, aki a Magyar Komikus Szövetség színeiben versenyzik, 85,3%-ig a ponttal fejezte be a versenyt. Anó kategóriában az előkezdő ló kategória értékelés szerint az elsőséget Horváth Barbara szerezte meg Kükülő nevű lovon a Szigetföld Lovas Klub színeibe. A lovas 54,71%-ig a ponttal fejezte be a versenyt. Második helyzetet Varga István, Vizrá 28-4-es, lován a Skobics Imre Lovas Klub színeiben, lovas 56,47%-ig a ponttal fejezte be a versenyt. Harmadik lett Porcsa Lőrinc, Tove a Farmers Boy nevű lován, Magyar Póni Klub Szövetség színeiben, 62,24%-ig a pontos eredménnyel. És negyedik lett Juhász Viktória Bruno nevű lován, a Magyar Póni Klub Szövetség színeiben, 72,68%-ig a ponttal. Az Arnold amatőr kategória eredményhirdetése következik. Kategória győztese Tóth Martin Halakos nevű lovon, a Bábola Sportegyesület lovas szakosztályának lovasa 51,18%-ig a ponttal. Második lett Márkus Klaudia Nini nevű lovon, a Szíves Sportegyesület színeiben, 54,62%-ig a pontos eredménnyel. Harmadik lett Récsei Lizalor Larnak a nevű lovon a Sziget Sport Egyesület színeiben, a lovas 51,62%-ig a ponttal fejezte be a versenyt.
Negyedik lett Sova Gloria, Connecticut nevű lovon, szintén a Sziget Sport Egyesület versenyzője, lovon 51-65 mellett hivatalnak. Végzett. Ötödik, Fenyvesi Zsófia Sára, Fortuna nevű lován, Sziget Sport Egyesület címében, 51-62 mellett hivatalnak. Hatodik Nemes Tibor rádiáza Etnofon nevű lovon, a Viktória Lovas Egyesület színeiben 46,2% hiba ponttal. Az Ornok kategóriában került megrendezésre a tanintézeti bajnokság általános iskolai bajnoksága. A 2014 évi általános iskolás bajnokság második helyezettje Habsburg-Lotharingen Ildikó jó-jó nevű lovon. És a tanintézeti bajnokság általános iskolás bajnoka 2014 évben Pongrácz Lilian Konkarin nevű lovának is béri magánménes lovas. Tájékoztatom a lovasokat, hogy a bajnokság győzteseinek a tiszteletére a magyar himnuszt az eredményhirdetés végén egy alkalommal fogjuk meghallgatni. A következő bajnokságunk a Visegrádi Kupa kezdő ló bajnoksága. A kezdő ló bajnokság érmesei. A bajnokság harmadik helyzetje Tuska Péter, TT Viktória nevű lovon. A határőrt Rózsa Sport Egyesület versenyzője a lovas A Visegrádi kezdő ló bajnokság második helyzetje, Klára Abraham Fióva, a lova Furiózó Oszaka. Tehát a Visegrádi kezdő ló bajnokság második helyzet, lova Furiózó Oszaka, lovasa Klára Abraham Fióva. És a Visegrádi kezdő ló kategória bajnoklova, Furiózó 25-33, Natasa, lovasa Krisztina Tomkovicová. Aló kategória amatőr csapat bajnokság eredményhirdetésére kerül sor. Harmadik helyzet a Sziget Sport Egyesület egyes csapata tagjai, Fenyvesi Zsófia Sára Fortunával és Sova Gloria Lars Nilssonnal. Eredményük 115,2.
Az Arnold amatőr kategória csapatbajnokság ezüstérmese, Győr-Sopron megye csapata tagjai Nemes Tibor Rádiháza hetafonnal és Lengvai Dóra diagolóval. Eredményük 114,64. És az amatőr csapatbajnokság győztese, a Sziget Sport Egyesület 2-es csapata tagjai Márkis Klaudia Minimedilogon, és Récsei Iza, Lóg, Larnakára, Erdőnök, Márkára és Kutor Márkára. Gratulálunk az Arnold kategóriák egyéni és csapat győztes és helyzet. Tomasarinak számukra további sok sikert és eredményes versenyzést kívánok. Kedves közönségünk, lovasok, most pedig hallgassuk meg a magyar himnuszt a 2014 évi főiskolás tanintézeti bajnokság, a kategória bajnokok és a 14 évi kezdő lóbajnokság győztesének tiszteletére, valamint a Visegrádi Kupa tiszteletére.